Sajnálom, hogy levélben kell veled tudatnom ezt a tragikus hírt. Bárcsak melletted lehetnék, anya. Tudom, hogy Morgan halála szörnyű csapás. Mindkettőnknek ő adott erőt. Nélküle nem élhettük volna túl mindezt. Próbálj vigaszt találni abban, hogy jól éreztük magunkat együtt itt Londonban. És békében halt meg. Küldök még 5 fontot. Remélem, hamarosan együtt lehet. Meglepetés. Igen, valóban az. Na, gyere be. Elmentél a klubba? Igen. Elmentem a klubba. És az ügynököt közölte velem, hogy nem tud rólad semmit. Nem akartam, hogy bárki is megtudja. Teljesen egyetértek. Ne mondd el senkinek. Nehogy közel kerüljenek. Tarts magadban mindent. Mert ha kiengeded, lehet, hogy valaki megismer, és akkor mi lesz? Na, mi lesz? Valaki meghalt. Mit mondtál? Egy jó barátom. Elütötték. Sajnálom. Mi történt? Semmi. Mármint... semmi több. Nagyon hirtelen halt meg. És szerettem őt. Nyugodtan sírhatsz. Miért nem bízol meg bennem? Magányra vágytam egy ideig. Nagyon sokat sétáltam. Felfedeztem London minden részét. Találtam valamit az egyik piacon. Csodaszép. Mi ez? A hindu istennő Káli. Sok mindent képvisel. Többek között az otthont. Végre. Megosztod velem az otthonomat? Lucien. Köszönöm. Kérem. Ez a lány. Nem tudom levenni róla a szemem. Lélegzetelállító. Nem érzed úgy, hogy látsz rajta valami súvárgás férét? Ahogy a fényt és az árnyékot használja... Fény és árnyék. Valamiféleképpen emléket állít Edward Stetchennek. Van valami nagyon megindító ebben a fényképben.
Jó hírem van. El tudtalak kérni szombat estéről. Hogy sikerült? Felgyújtottad a helyet? Még Dimitri Goldner is elismerte, hogy ezért érdemes betenni Behemoth Bertát, a táncoló barbárnőt, a helyedre. Ne vásd, nagyon erőlködik. Képzeld, meghívtak David König partijára. Az ki? Egy filmrendező és műgyűjtő. Ő vette meg a Towerről készülő sorozatomat. Meghívtak a híres hétvégéi egyikére. König úgy gyűjti az embereket, mint a műkincseket. Remélem, nem vagyok kínos partner. Semmi, amit te teszel, nem lehet kínos. Ó, az ott nem? Az én kis dögám. A Cézánt kellett volna megvenned, az jobb befektetés. De hát beleszerettem. Mindig az a legjobb befektetés. Te mindig ezt csinálod. Bár én is bele tudnék az ügyfeleim terveibe szeretni. Aaron, talán jobb is, ha nem. Az ügynököm vagy a barátom vagy, maradjunk ennyiben. Mary el van ragadtatva tőle. A feleséged jobban hisz benne, mint te. Én rettentően hiszek benne, David. Remek producer vagy, de a rendezés más dolog. Rendeztem már régebben. Két kis filmet. De? Vagy 5 évvel ezelőtt, ez remek. A Titkok palotája hatalmas film, legalább 25 millió dollárba kerül. Úristen, ez több lesz, mint az Elfújta a szél. De jobb is lesz, mint az Elfújta a szél. Te művész vagy, nem közlekedési rendőr. Miért fecsérelnéd az idődet tömegre és csatajelenetekre? Aaron, ez szerelmi történet. De hatalmas keret történettel. Ez kihívás. Ez aggaszt engem. Örülök, hogy aggaszt. Mert ha te nem aggódsz, az engem aggaszt. És ez azt jelenteni, hogy egyikünk halott, ugye? Mary és én benne vagyunk. Jó. Gyere, csatlakozzunk a vendégekhez. Roz. Ó, David. Ismerkedj meg a legjobb barátommal, Aaron Diamonddal. Nagyon örülök. Örvendek, asszonyom. Szevasz, Don. De jó, hogy eljöttetek. Jól érzitek magad? Rendkívül, köszönjük. Jó. Annyira sajnálom. Semmi baj. Kérem, bocsásson meg, nagyon figyeljen. Nem kell. Bocsásson meg. Semmi baj. Nem akartam. Jól szórakoznak? Örülök. Jaj, ne! Úristen! Azt hiszem, még nem találkoztunk. David König vagyok. Jaj, ne! Ó, de! Ne bevedd túl sokat ma este, karcsú akar maradni? Fedezékbe, emberek, itt jön a desszert! Már látom, hogy ez téma marad. Szolgálja fel. Szerintem jól állna önnek az eter tejszínhabbal. Mivel foglalkozik? Egész este ezen gondolkoztam. Azt hittem, olvas a gondolataimban. Igen, de még mindig van ott elzárva néhány titok. Táncosnő vagyok. Klasszikus? Nem. Modern. Próbálta már a színészetet? Nem, komolyan még soha. Megpróbálhatná. Nagyon jó lenne. Ő csak tudja, drágám. Ő a legjobb. Gondolja meg. Próba felvétel! El sem hiszem! Még nem vagy kész rá. Akár csak Réta Garbo.
Órákat kell még venned. Tanulnod kell. Nincs kész. Ez a lány akár a legfinomabb őszi barack, amint aranyjá ér. Az arany jó. Egy árnyalat rózsaszínnel benne. Éppen kész. Felkészült rá, hogy... Hogy használják, kihasználják és eldobják. Jaj, ugyan. Mintha soha nem hagyná, hogy ezt tegyék velem. Ugye csak viccelsz. Itt áll kifent késekkel, hogy apró darabokra vágjon. Megbocsáss, kérlek. Olyan szerencsés vagyok, hogy két ilyen csodálatos embert így érdekel a boldogulásom. És ne feledkezz meg David Königről. Őt is érdekled. Mit állhat egy próbafelvétel? Állok a kamera előtt, és meglátjuk, mi lesz. Bármi megtörténhet. Éppen ettől félek. Semmi olyan nem történik. Egyébként is te ott leszel, és vigyázol rám. Nem hiszem, hogy jó, ha Lucy is megy. Miért nem? Mert rád kíváncsi. És nem rám. Ismerem David Königet. Valamikor régen dolgoztam vele. Néma filmeket csináltunk. Tudtátok, hogy ő is Budapestről való? Talán igaza van. Nem szeretnék az utadba állni. Nélküled nem csinálom, Lucien. David König, nem hív próbára akármilyen lányt. Én nem vagyok ő akármilyen lány. Akármilyen lány. Nem érdekel, hogy mit mondasz. Velem jön. Lucien, ezt mind miattam csinálták? Maga biztos az utolsó, Lady Margaret. Erre tessék. Aaron, megmondtam, hogy valaki újat akarok, akit még nem láttunk. A bankok nem szeretik az újakat. A bankok az időset és érettet szeretik. Aki próbáltat, lehetőleg néhány ránccal a szem körül. Már megvannak a ráncok. Megkapják Richard Burbridge-et és Joss McFarlandet, a két legnagyobbat. Joss McFarland már ráncosodik. Azt hiszem, közelít az 50-hez. Joss McFarland már 50? Repül az idő, ha nagy ripacs vagy. David, nem tudom rávenni a befektetőket, hogy pénzt adjanak egy első filmes színésznőnek. Ebbe belebukhatunk. Majd szerzel valahonnan. Martiros minden nap hív. Ne. Ő írval az ötletért, hogy pénzelje. A halál túl jó Martirosnak. Egyet értek, de ő is egy lehetőség. Nem érdekel. David. Őt nem. Jeff, végeztünk az első lánnyal. Minden készen áll. Köszönöm. Gyönyörű vagy, Lady Margaret. Vigyék ki az asztalt, uraim, a székeket is. És kérek egy jelet, mondjuk ide. Ügyes légy. Már itt is van. Töké. Tökéletes. Megjött? Nem kell. Ne feledje, mindenki volt egyszer kezdő. Csak én nem. Ez a sok ember itt azért van, hogy segítsen. Hogy még szebbnek látszon. Remélem, nem okozok csalódást. Elég. Negatívan gondolkodik. Pozitív hozzáállás. Mindent megteszek. Jó. Látja ezt a jelet? Amikor azt mondom, indul, rám néz, mintha a szerelme volnék. Feláll a székből, eljön a jelig, és elmondja a szövegét. Hm? Megtanulta a szöveget? Azt hiszem, igen, megtanultam. Nagyon jó. Várjunk még. Menjen a jelhez. Valahogy nem jó a világítás. Lucien, talán segíthetne nekem? De természetesen, nagyon megtisztelő. Hónapok óta fotózza Downt. Mi a baj? Nos, az arcán a fény túlságosan erős. Igaza van. Mutathatok valamit? Ha a gyengébb fényt választunk, és feltesszük közvetlenül az optika elé, akkor kiemeljük a szemét. Így. Most jobb így? Valóban nagyon jó. Jó érzéke van hozzá. Készen áll? Kezdjük. Csendet kérek! Mindenki készüljön fel! Csendet kérek! Felvétel! Felvétel!
Downavalon, próba, egyes csapó. Rendben. Tessék. Állj. Túlment a jelen. Ó, bocsánat. Tegyétek előbbre a jelet. Dan, kérem. Ne siess el. Ráérünk. Várjon addig, amíg nem érzi. Kezdjük újra. Csendet kérek. Felkészülni. Kamera indul. Downavalon, próba, kettes csapó. Jól van. Gondoljon a szerelmére. Hogy mennyire szereti, mennyire kívánja. Érezze, hogy szereti a kedvesét. Ó, egyetlenem. Egész életemben a szerelemről álmodtam. De mindig féltem. Mostanáig. Ha még akarsz engem, a tiéd vagyok. Drágám, nagyon szeretlek, de ez azt jelenti, hogy mindent fel kell adnunk. Nem érdekel, hogy mit jelent. Biztosan tudod, hogy mit beszélsz? Igen, tudom. Életemben először. Biztosan tudom. Gyere el velem ma éjjel. Na és holnap? Nincs holnap. Végre igazán boldog lehet. Nem akarok ennél jobbat, elég. Végleges. Ez a nő sztár lesz. König Dávid, nézd magadra. Senki nem hinné el, hogy valaha paraszt fiú voltál. Egy pék fia. De most David König vagyok. És újra filmet rendezek. Örömmel hallom. Az üdvöskét teszi lehetővé. Sok mindent lehetővé tesz. Tudod, valami lenyűgöző jelenléte van a vásznon. Az ember kénytelen oda nézni. Ritka tulajdonság ez. Ezért drága is. Na, mennyit kérsz érte? Ezt te jobban tudod. Mekkora a szerep? Jelentős. Főszerep. Az sok pénzt megér. Adok 20 000 fontot. Nem. 25-nél többet nem adhatok. David, nem olvastam a titkok palotáját, de nem egy kunyhóban játszódik. És nem titok számomra, hogy a stúdiók fejvesztve menekülnek előled. És tudom, hogy nincs sok pénzed. De nekem sincs. Ezért kérlek, nem egy sértésnek, de 50 000 fontot kérek. Örülök, hogy találkoztunk. Szervusz! Köszönöm a konyakot. Jó itt a kiszolgálás. Mitya? Mitya? Dávid? A véremet is kiszívod, jól van. 40 000. David, egy vén szőnyegkereskedővel áll szemben. Egy szőnyegtolvajjal? 50 000. Hol az ital? 50 000, csak hogy lássam Aaron Diamond arcát. Na, erre ígyunk. Több is lesz a jövőben. Hogy viszonyul a tűhöz? A tűhöz? Az oltáshoz, amit az indiai út előtt fog kapni. Rosszabb, mint a betegség. India. Mitya? El kéne olvasnod a könyvet. Nem mehetek Indiába. Semmi baj. Majd felveszik Tasmániában, felveszik Brooklynban. Na, csak neked kényelmes.
Nekem is ugyanolyan nehéz, mint neked. Nemet mondani David Könignek, nemet mondani 50 000 fontnak. Ezt nevezed nehéznek? Én őrültségnek nevezem. Már elmondtam. Különös körülmények között jöttem az országba. Fehérnek adtad ki magad. Igen, tudom. De mi köze van ennek ahhoz, hogy visszamész-e Indiába? Csak játsz tovább. Van köze, hidd el. Jó, persze, hogy van. Biztosan fáj. De nézd reálisan. A világ tele van előítéletekkel. És a karriered végét jelenteni, ha bárki rájönne, hogy félvér vagy. Jól van. Tehát nem mondjuk el senkinek. Senki nem tudja meg semmit, sem Indiában. Van még más is. Ah, valójában férfi vagy. Ne izgulj. Remekül áll a szoknya. Nem mondom el senkinek. Mi az? Mi lehet még? Kalkuttában, amikor fiatal voltam, egy férfi meg akart erőszakolni. Egy nagyon-nagyon nagy hatalmú, befolyásos ember. Elfutattam. Ő megbotlott, elesett és meghalt. És ezt senki nem hinné el nekem. Egy félvér lány, egy fehér férfi. Igazad van. Senki nem hiszi el. Még mindig keresik a gyilkosát. Várj. Ők Queenie Kellyt keresik. Queenie Kelly halott. Te Down Avalon vagy. Tasmániába jöttél, és filmcsillag vagy. De ezt biztosan nem fogom megúszni. Megígérem. Remek papírokat hamisítatok neked Európa legjobb mestereivel. Hidd el. Hidd el, tudom, hogy miről beszélek. Mitya, én nagyon félek. Nyugalom. Remek színésznő vagy. Ez egyszerűen csak az egyik szereped. Ennyi az egész. Nem hazudok neked. Ha a rendőrség keres téged, az kockázatos. És én azt tanácsolom, kockáztas. Megéri. I can't say it any clearer. I want you to come with me. Life magazine is sending me to Paris. Tell him no. I can't. Mert nem akarsz. Igazad van, tényleg nem akarok. Ha eljössz Indiába, lehet, hogy David talál neked munkát. Nem kell, hogy David König találjon nekem munkát. Én csak azt mondom, hogy ha be akarsz kerülni a filmbe, akkor... Nézd, ennek semmi köze hozzám. Szóval tégy egy szívességet, és légy szíves, ne jázd meg magad. Te vagy a legönállóbb lány, akit ismerek. Egyedül keresztül jöttél a félvilágon. Elboldogulnál Indiával, David Königgel és egy csapat dühött elefánttal teljesen egyedül. Szükségem van rád. Ott leszek. Nem értelek, mama. A megértés soha nem is volt a család erős oldala. A nyomozás nem járt eredménnyel, már senkit sem érdekel, és a rendőrség nem tesz semmit. Tedd le azt a nemet. Én teszek valamit. Folytatom az életemet. Javaslom, hogy te is tedd ezt. És felejtsem el a papát. Csak így. Én sem tudom elfelejteni. És mi van a világgal? Hagynád, hogy elhomályosítsa emlékét a brutális gyilkosság, mely a halálát okozta, igazságszolgáltatás nélkül? Igazság? Neked nem az igazság kell. Neked bosszú kell. Az is lehet. Olyan egyformák vagytok. Te meg a drága papa. Sok bennetek a közös. Akár két tojás. Ezért szerettétek egymást annyira. Prunella, mit gondolsz, mit csinált a drága papa Queenie Kellyvel aznap este? Énekórát adott neki? Kirabolta. A papa ártatlan volt.
Hagyd abba a nyomozást. Csak azért, hogy nehogy a te szennyesedet is kiteregessék? Nem, Prunella. Saját érdekedben. Attól félek, hogyha tovább folytatod a nyomozást az ügyben, esetleg olyan dolgok derülnek ki a drága papáról, amit egyelőre jobb, ha nem tudsz. Az én apám a legkedvesebb ember volt a világon. És mondd csak, mit tudsz te a világról? Tessék, Down Avalon. Oh. Nos, mit szólsz ehhez? Oh, ez fantasztikus. Hozzád ez is kevés. Csodálatos voltál a riporterekkel. Komolyan mondod, hogy jó voltam. Lehengerlő. Most itt az újabb kihívás. Holnap kezdjük a próbákat. Ez új szöveg. Az írónk Los Angelesben folyton meggondolja magát. Nem lehetne, David, nézd, hogy én... Nézd, a filmekben mindig minden változik. Down. Bízz bennem. Mindenben segítek. Bízom benned, David. Jó. Különleges, nem? Egyszerűen óriási. Ez a legjobb, amit ilyen gyorsan szerezni tudtam. Természetesen van légkondicionáló, egy hűtőszekrény, és hogy megmutassuk a sztárnak, milyen fontos nekünk. Fürdőszoba. A fürdőszoba luxus. Szerinted nem? Ó, Lucien, ma este vacsorát ad a konzul. Szeretném, ha Down semmiképp nem késne el. Igyunk a titkok palotájára. Erre én is iszom. Nem, igyunk ránk. Jó. Ránk. Ha nem bánjátok, én elmegyek zuhanyozni. Lucien, majdnem elfelejtettem. A te szobád az emeleten van. Az én szobám? Várjunk egy percet. Miről beszéltek? Nagyon sajnálom, de nem szállhattok meg ugyanabban a szobában. Nem mintha Davidnek vagy nekem ez gond lenne, de az indiai kormány eléggé nagy ügyet csinál az ilyesmiből. Egyébként, Down, lassan ideje lesz odafigyelned az imidzsedre. Azért még szabad együtt innunk egy italt, vagy gárderám is kell? A francba, filmet akarunk csinálni. Érhetnének kicsit kettesben lenni. Ennek is. Bocsáss meg. Igazad van. A kulcsod. Jól van. Sokat gyakoroltunk. Kalkutta, India. Két nappal később.
Halló? Szia. Itt a szerelmed beszél. A takarítószertárból hívlak. Sajnálom. Majd beszélek Aaronnal. Aj, nem kell, ne beszélj vele. Egyáltalán nem érdekel, hogy milyen a szobám. Csak ez a képmutatás zavar nagyon. Teljesen igazad van, ez nevetséges. Mondok neked valamit. Háromra érek vissza. Mi lenne, ha rendelnél pezsgőt, megvárnál a szobában, és tudatnánk az egész szállodával, hogy szeretjük egymást? Vagy legalább az egész emelettel. Sok szerencsét mára. Ha megtanulom a szöveget. Nem érted ezt az országot, Charles? Mert India... Mert India örök. És vad ellentmondásokkal teli. Lucien, nem hívogathatsz egyfolytában. Ki beszél? Meglát minket együtt, és rájön, hogy ki vagyok valójában. Nem volt hová mennem. De hát miről beszélsz? Az ember, aki az a sorház volt, ahol laktunk. Kidobott onnan, nem fogad be senki sem. Miért? Küldtem neked pénzt. Nem a pénz miatt. Megpróbáltam lefizetni, de valaki más többet fizetett. Miss Brunella Ramsey. Ha elmennék, biztonságban lennék. Csak ezt hoztam magammal. Megjött a kocsim. Ha elkések, keresni fognak. Bocsáss meg, hibáztam. Nem akarom mindkettőnket veszélybe sodorni. Nem. Ez a kulcsom. Várj meg a szobámban. Jó. Ha cseng a telefon, ne vedd fel. Jó. És zárd be az ajtót. Jól van. Mondani, hogy nem is tanulta. De nem ám. De hát a mi közös jeleneteink elég nehezek. Az enyémet meg nagyon fontosak. Mégis hogy játszhat főszerepet egy teljesen kezdő színésznő? Joss, Dicky, miért kértem fel a két legjobb, legdrágább színész Angliában? Mert bármit meg tudtok oldani. Ti ketten el tudnátok énekelni a Magna Cartát is. Lehet, hogy nincs tapasztalata, de ösztönös. Egy őstehetség. És ti is kelletek hozzá, hogy kivirágozzon. Ha-ho, David! És el a kezekkel. Bocsáss meg, hogy késtem, de valami közbe jött. Jó lenne tudnom róla? Nem érdekes, már is kezdhetjük. Uraim, ugorjunk be ide. David, beszélhetnénk? Aaron, most próbálok. David!
Figyeljetek, ti csak menjetek be és nézzétek át a 43. jelenetet, mikor a templomnál találkoznak. Rögtön jövök. Gyere velem, kedves, kezdődik az iskola. Nos, Johan, mit tehetek érted? Tudod, David, kis gyakorlással meg tudnám gyűlölni ezt az országot. Semmi sem működik. Se a telefon, se a csapok. Ki vele, John, mi a baj? Baj? Szóltam én egy szót is. Mióta ismerem? 1923 óta. Hány filmet csináltunk? Ülj le, David. Állva fogadom a rossz híreket. Azért csak ülj le. Te is. Mondd el, Johan. Nem jön a pénz a World Wide Banktól. De hát miről beszélsz? Visszavonták a támogatásukat. Hiányzik 4 millió dollár. Az nem lehet. Nézd csak meg. Sir Geoffrey a szavát adta. Megbeszéltük. A szava kevés lesz, David. Megszorítások lesznek a helyszínekben. Johan! Ezt nem teszem meg. Ennek a filmnek senki nem árthat. Istenért, hogy le kell faragni a költségeket. Igen komoly esélye van, hogy nem hozza be majd az árát. Nyugalom, emberek. Majd a produkciós vezető nézi a költségvetést. Úgy csináljuk meg a filmet, ahogy elterveztük. Miből? Játékpénzből? Előteremtem a pénzt. David, nézz szembe a tényekkel. Várnak a színészeim. Még sosem láttam ilyen észszerűtlennek. Én meg nem láttam ennyire ilyetnek. Elnézést. Azt hiszem, ez a pezsgő az enyém. Miss Avalonnak vinni? Igen, tudom, én rendeltem. Nem nyitni ki? Akkor azt hiszem, nem akarja, hogy zavarják. Tessék. Köszönöm, Sahib. Majd én beviszem. Engem vár. Szóval bújócskázni akarsz, igaz? Szobapincér! Bocsásson meg. Ön bocsásson meg. Megkérdezhetem, ki jön és mit csinál itt? Hogy mit csinálok itt? Pontosan. Ezt megkérdezhetem öntől is, uram? A nevem Lucien Chambrun, és nem szeretném, ha jelentenem kellene az igazgatóságon. Lucien Chambrun. Miss Avalon már említette, uram. Azt mondta, hogy várja magát. Valóban? Ha-ho! Ha-ho! Jöjjön be, Miss Avalon! Bocsásson meg, uram! Miss Avalon, fáradtnak látszik. Csinálhatok egy jó fürdőt? Nem, azt hiszem, hogy... Szervusz, drágám. Azt hittem, egyedül leszünk. Igen, én is. Én beszélgettem... Victoria. Ki a hölgy? Csak, hát... Az új szobalány. Igen. Azt mondta, hogy enyém az állás. Ó, persze, maga kapta meg. Bocsásson meg, Victoria, furcsa körülmények közt ismerkedtünk meg. Igen, minden referencia nélkül felvett, bizalmi alapon. Igen, ő már csak ilyen. Nagyon ösztönös. Én is ilyen vagyok. Remélem, ez azt jelenti, hogy jól kijövünk majd egymással. Megengedem a fürdővízét, Miss Avalon. Kalkutai rendőrség? Itt Ayanta rendőrtiszt. Gopal nyomozónak szeretnék jelentést tenni. Kérem, várjon, uram. Jó, várok. Nem váltam be szóba lányként?
Nem. Nem, egyáltalán nem. Azt akarom, hogy menj el. És hová mennék? Angliába. Angliába küldelek, haza küldelek. Te nem szeretnéd? Csak ha tudnám, hogy biztonságban vagy. De nem vagyok. Amíg Indiában vagyok, nem is lehetek. És hogy te is itt vagy, csak nehezíti a helyzetet. Akkor vállaljuk a kockázatot. Anya, nem bánhatok veled úgy, mint egy szolgával. Ez megalázó és szégyenletes. Szégyen? Azt már jól ismerem. Apád azt mondta, elvesz feleségül, úgyhogy lefeküdtem vele. Aztán a vasút elkészült, és ő elment. Pont, mint azelőtt az én apám. Nem akarom ezt hallgatni. Még ha soha senki nem is jön rá, hogy félvér vagy, a szívedben a szégyennel fogsz élni, akár csak én. Miért kellene? Ez nem igazság! A fehérek számára téged megpecsételt a saját vágyuk szégyene. Ezért elveszünk tőlük, drágám. Elveszünk mindent, amit csak lehet. Segítenél nekem? Lovagolni megyek Daviddel. Elvileg Tasmániából jöttem, és még soha nem ültem lovon. Menni fog. És te leszel Dawn, Avalon, és én a szobalányod. Így biztonságban maradunk egy darabig. A gyűlölettől és a szégyentől. Olyan könnyedén csinálja. Ó, én imádom a lovakat. Hát nem csodálatosak? Ezt mondják. Az a Trambak, a kedvencem. Ugye milyen szép? Őt használnánk a filmen, ha neked is tetszik. Nagyon érzékeny a szája, de úgy hallottam, ön tapasztalt lovas. Nagyon rég volt az már. Lóra fel! Másik láb. Ja, persze. Ne aggódjon, minden visszajön. Hoppá, meg is vagy. Lába kengyelben. Jó kislány, először én megyek ki vele. Ó, bébi, mehetünk is. Jól van, gyere kislány, gyere. Ez az. A comboddal fogd. Egy jól nevelt állat a legkisebb nyomásra is rögtön reagál. Te most maradj itt, és csak figyelj. Lassú vágtával kezdjük. Helyezkedj el kényelmesen, látod? És hagyd, hogy a ló vezesse. De ne légy feszült, mert ha feszült vagy, a ló megérzi. Mi az ördög? Jönnek! Fogd a kantár! Mi az ördög ütött magába? Hogy lehet ilyen butaságot csinálni? Ez a pálya nem kezdőknek való. Ha a lány nem tud lovagolni, ne jöjjön ide. De nagy a szája. Csak még ki nem rúgatom a klubból. Ó, az érdekes lesz. Mivel enyém a klub. Hölgyeim, uraim, ne zavarják meg az állatokat. Ők a filmesek, Miss Ramsey. Ó, a titkok palotája. Bocsásson meg. Igazán köszönjük a lehetőséget. Igazán nincs mit. Nem bánom, ha filmeznek. Örülök maguknak. A nevem Prunella Ramsey. David Koenig. Ő pedig Dawn Avalon, a jövő film csillaga. Ismerős az arca. Láthattam már valamiben? Ez lesz az első filmje. David, por ment a szememben. Nem megyünk vissza? Dehogy nem. Nos, minden jót a filmhez. Gia! Hogyan ne is törődj ezzel a libával? Szállj vissza a lóra. Inkább gyalog megyek. Látod, ez nem jó hozzáállás. Szállj vissza. David, hagyj békén! Ne parancsolgass nekem! Még el sem kezdtük a forgatást, de te már is irányítani akarsz. Meglátott. Ki? Prunella Ramsey. Nem. Meglátott lovaglás közben. Rémes volt. Na is felismert? Azt nem tudom. Én nem tudom, de anya, én annyira félek. Nyugodj meg. Most egészen más valaki vagy. Hamarosan nagy sztár leszel. Kezdj el úgy viselkedni,
Csinálj úgy, mintha senki sem ártatna neked, és nem is fognak. Most csak mi ketten vagyunk, és vigyáznunk kell egymásra. Ez mindig is így volt. És így is marad. Az a nő Queenie Kelly, biztos, hogy ő az. Nincs rá bizonyítéka. Nincs bizonyíték. Az embere Kalkuttától követte az anyját egyenesen a hotel szobájáig. Az anyát szobalányként alkalmazták. Vagy ezt mondják. Saját szememmel láttam, a lovasklubomban, Delhiben. Nem valószínűtlen egy kicsit. Hogy tudná egy szegény félvér minden háttér nélkül egyik napról a másikra így megfordítani a szerencséjét? Ha az a nő képes volt a gyilkosságra, akkor nyilvánvalóan akármire képes lehet. Azt mondta, fátylat viselt. Tudom, hogy ő volt. Ez csak egy benyomás, egy remény, egy óhaj. Nem, ez tény. Egy angol bíró az arcába nevetni egy ilyet. Én mondom magának, hogy Queenie Kelly itt van, érti? Nagy lábon él, és bolondot csinál belőlünk. Tényleg bolondok lennénk, ha letartóztatnánk valaki mást? Nem az én dolgom bebizonyítani az igazamat, hanem a magáé. Most már tegye a dolgát. És mikor azt mondtam a nőnek, hogy viselkedjen, különben kizáratom a klubból, közölte, hogy ővé az az átkozott hely. Down szerint nem volt vicces. Down nem szereti a lovakat. Hát, azt a nőt se nagyon szerette. Nem válthatnánk témát. Mondd, hogy megy a munka, Lucien. Egész jól. Úgy hallottam, hogy a Picture Postnál dolgozol. Igaz ez? Igen, így van. Szerintem a filmiparban lenne a helyed. De akkora rendező vagy, miért nem szerzel neki munkát a tanácsok helyett? Down, azt hiszem erre nem volt semmi szükség. Szerinted? Elnézést kérek Down nevében. Nem helyettem beszélt. Nekem soha nem lehet igazam, ugye? Elnézést. Kínos helyzetbe hoztalak. Bocsássatok meg. Down. Sajnálom. Teljesen igazad van. Lucien túl tehetséges. Megígérem, hogy teszek valamit. Erős akaratú emberek vagyunk. Nekünk együtt kell dolgoznunk. Nem hagyhatom, hogy a kedvenc főhősnőm letoljon. Nem túl hízelgő. Bocsáss meg, David. Olyan sok minden jár a fejemben. Béküljünk ki. Down, nem gondolod, hogy eleget hittem? Istenem! Jossnak, Dickinek és nekem van egy ötletünk. Szerintem ne Charles vagy Róli legyen a szerelmem, hanem egy herceg, aki a sivatagból jött és elcsábít. Nem gondolod? Meggyőzően hangzik. Szerintem tényleg ideje mennünk, nem gondolod? Ne! Gyere, becsüktél! Lucien, ezt nézd meg! Ilyet én is tudok. Down, kérlek! Majd én felviszem. Ne, igazán. Majd én. Pat Nagent éppen filmet forgat Kairóban. Hívd fel. Vetest fel vele, Lucien.
szeretlek nézni munka közben. A változatosság kedvéért jó, hogy most te nézel. Tudod, nekem is nagyon hiányzik. Sokat gondolok a műtermedre, hogy milyen jó volt ott. Én is. Figyelj, Dan, dolgozom. Nem mehetek a napra, másnapos vagyok. Meg is érdemled. Bocsánatot szeretnék kérni a tegnap estéért, ha leégettelek. Ó, nem engem égettél le. Saját magadat égetted le. És nem is tudsz róla. Ez a legaggasztóbb. Ittam egy kicsit. Nem csinálom gyakran. König megkérte már a kezed? Természetesen nem. Majd megkéri. Vagy még rosszabb. Vagy még rosszabb? Mi az, hogy vagy még rosszabb? Talán nem tudok vigyázni magamra. Megkérted, hogy találjon nekem állást. És? Hát, sikerült neki. Már is. Nem késlekedett a te Davided. Nem az én Davidem. Mit talált? Operatőr lehetnék. Egy Kairóban készülő filmben. Nagyszerű lehetőség. Nekem is. Neki is. Engem nem érdekel David König, érted? Nem hiszel nekem. Akkor gyere hozzám. Hogy? Egy brit tisztviselő a konzulátuson elintézné. Ma délután. Még mindig félsz? Nem. Én... Te állandóan változol. Csupa árnyék vagy és köd. Egyre nehezebb feladat számomra kitartani melletted, érted? Mi a baj? Három napja próbálom elérni Mary telefonon. Nem beszél velem. Nagyon rossz kedvű. Csak addig rossz kedvű, míg nem iszik valamit. Aztán virágos jó kedve. Álljon meg a menet, David. A feleségem $500,000 fektetett a te eszement fantáziádba. Azt hiszem, ezért megérdemel némi tiszteletet. Nyugalom. Átizadod a csináltatott inged. Ne atyáskodj felettem, David. Sértegetsz engem, sértegeted Mérit. Ki jön még? Úgy értem, kincsattan legközelebb, hogy ilyen baromira beijedtél. Nem ijedtem be. De te igen, nem kéne. Bevallom, én félek. A házasságom forog kockán, az életem forog kockán, te meg csak álmodozol. Ezt hallani sem akarom. Pedig hallani fogod. Most már elég. Semmi nem állhat a filmem útjába. Ó, Miss Avalon. Brunella Ramsey. Ó, emlékszem. Hagytam önnek egy kis figyelmességet a pultnál. Nem nagy dolog. Csak egy volt iskolatársam fényképe. Queenie Kelly. Megszólalásig hasonlít önre. Valóban? Ez érdekes. Nem. Közelebbről megnézve ez több, mint érdekes. Ikrek lehetnének. Most bocsásson, megvárnak rám. Ne aggódjon, nem tartom fel. Csak úgy éreztem, bámulatos ez a véletlen egybeesés. Csak ennyi. Valóban bámulatos. Remélem, még találkozunk, amíg Indiában van. Hidd el, nem akarok menni. De lehetetlenné teszed, hogy maradjak. Azt akarom, hogy maradj. Drágám, már elfogadtam az állást. De hát, én csak benned bízhatok. Istenem. Bár csak rájöttél volna, mielőtt írtam Kairóba. Írd meg, hogy meggondoltad magad. Nem lehet. Ez nagy lehetőség. Nézd,
Csak 6 hétről van szó. Addigra te is befejezed a forgatást. És találkozunk Rómában, ahogy megbeszéltük. Úgy félek. Königtől? Nem, nem vele tudok bánni. Jó. Megbízhatsz bennem, én téged akarlak. És hírnevet, és vagyont, és a Rivalda fényt. Mi rossz van abban? Lucien már nem szeretsz engem? De én igen. Ez az én formám. A baj csak az, hogy te nem szeretsz már. De igen. Nem. Ha szeretnél, nem titkolóznál. Mihez kezdjek nélküled? Mitől félsz ilyen rettenetesen? Mondd meg! Semmitől. Csak attól, hogy olyan távol lesz. Nem hiszek neked. De minden egyes nap írni fogok majd. Te is? Megígérem. Hiányozni fogsz. Ha nem indulunk azonnal, Lucien, lekésed a géped. Ígérem, Rómában találkozunk. Volt. Ebben egyetértünk. Ez marad véglegesen. Ezzel készen is vagyunk. Készen vagyunk, emberek! Nagyon jó, holnap hajnalban 4-kor találkozunk, befejezzük a csata jelenetet, mielőtt túl meleg lesz. Rendben van. Ne menjetek a bárba. Fedelőzködjünk. Minden fegyvert adjatok le és írjátok alá a listát. Mr. König! Pakoljuk el a kamerákat, aztán mehetünk. Gyönyörű ez az egész, David. Veszett kutyák, angolok és én. Jól nézel ki, jól is vagy? Jól. Az ott a posta. Uh-huh. Jött nekem valami? Nem hiszem. Attól tartok, nem. Biztos. Ez minden az elmúlt 2 hétből. Most küldték át az irodában. Büszke vagyok rád, jól bántál a lóval, és a jelenetben koncentráltál, céltudatosan, csak így tovább. Rossz hír, uram. Johann Kraus sajnos mindig rossz hír. Tehát máskor is volt már adósságunk, uram. De így vagy úgy mindig sikerült talpra állnunk. Régen hallottam ennyi bíztató szót.
Merre találom David Königet? Ott, arra. Köszönöm. Elnézést, Mr. König. Elnézést, uram, de nem jelentkezett. Bocsásson meg. Gopal felügyelő, kalkuttai rendőrség. Köszönöm. Down? Bemutatok valakit. Az úr Gopal felügyelő Kalkuttából. Miss Down Avalon? A felügyelő egy elképesztő történettel állt elő. Elmehet Victoria. Victoria? Kicsi, ne akudj, várj neki. Remélem, biztosak az értesülései. Down? Nem is tudom, felügyelő, nekem elég fantasztikus az egész. Mondja. Kicsit több mint egy éve egy angol úr, bizonyos Sir Burton Ramsay. Kérem, üljön le. Lezuhant és meghalt kalkuttai otthonában. Egy Queenie Kelly nevű fiatal nőt azonosított, több tanú is. Mondván, hogy a sértettel volt, majd ellopta a tárcáját. Az a gyanunk, hogy az a hölgy Queenie Kelly maga. Ó, már értem, miért mondtad, hogy fantasztikus. A sértett lánya, Prunella Ramsay. Elég biztos benne. Prunella Ramsay? A lovasklubban találkoztunk vele Delhiben. Ó, persze, már tudom. Úgy tudom, ön Tasmániából való. Úgy van. Az önről szóló hírek szerint az apjának birtoka volt Hobart közelében. Ön ott nevelkedett és járt iskolába. A birtok leégett, a család meghalt. Meg tudja mondani, miért nincs meg a hobarti hatóságoknál az önszületési anyakönyvi kivonata? És miért nincs nyoma annak, hogy bárki valaha is élt volna Avalon néven Tasmániában? Mit mondhatnék? Nem tudom. Talán a hivatal is leégett valamikor. Sajnálom, úgy látom, hogy a gyanúsítgatásai kisé felkavarták. Akarja látni az irataimat? Vannak iratai? Igen, vannak irataim. Több doboznyi papírom van. Tessék, itt az útlevelem. Ez itt az anyakönyvi kivonatom. Bizonyítványok, családi fényképek. Nézze csak meg. Látta már hasonló esetet. Téves személyazonosság. Sajnos a szerencsétlen felakasztották. Remélem, maga óvatosabb. Mi nagyon óvatosak vagyunk, uram. Akkor vegye figyelembe, hogy Londonban választottam ki Miss Avalont. Egy igen jó hírű színészügynöktől. Hogy lett volna Kalkuttában, ha Londonban volt? Felügyelő, a sztori olyan, mintha az egyik filmem lenne, a rosszabbik fajtából. Úgy látom, ezek rendben vannak. Köszönöm. Bocsánat, hogy megzavartam önöket. Ha lenne még kérdésem, remélem, hogy elérhetőek lesznek. Persze, persze, felügyelő. De kérem, ne feledje, soha ne jöjjön felvétel közben. Ez természetes. Jó utat hazafelé, felügyelő. Köszönöm. Bravo. Kitűnő előadás volt. Mi a fene ez az egész? Mi ez a sok vacak? Ki adta neked? Kérlek, David. Down, engem nem verszállt. Én vajon hogy jöttem el Budapestről? Pont ahogy te léptél meg Kalkuttából. Semmi közöm Kalkuttához. Mondd el az igazat. Tudnom kell. Nem lehet. Figyelj, 25 millió dolláron függ tőled. Az életem ez a film. Semmi nem teheti kockára, érted? Nem számít, mit csináltál, megoldom. Én nem csináltam semmit. De nem hinnék el. Én hiszek neked. És megvizsgálta a papírjait? Igen. Megvizsgáltam, Sir Philip. És úgy láttam, rendben vannak.
A rendőrakadémián találkozott azzal a szóval, hogy hamisítás? Gondoltam rá, hogy hamisak is lehetnek a papírok. Miért nem cselekedett? A munkaadója, David König, nagyon meggyőző volt. Persze, hogy meggyőző volt. Az a nő szerepel a filmjében, nem akarja, hogy bajba kerüljön. Szerintem nem hazudik. Azt hiszem, valóban elhiszi, hogy ez a nő tényleg Dawn Avalon, egy angol színésznő. Nem látja, hogy az olyan köré csavarta? Azt látja, amit látni akar. Lehet, hogy ebben az ügyben Gopal felügyelő kissé vak. Miért mondja ezt, uram? Hogy miért mondom? Elég egyszerű felügyelő. Queenie Kelly félig indiai, önérthető elfogultsággal viseltetik iránta. A faji előítélet soha nem játszott szerepet a döntéseimben, uram. Az enyémekben sem. Felmentem a feladat alól, felügyelő. Nem iszunk egy teát? Én veszem át az ügyet. Ahogy óhajtja, uram! Köszönöm, hogy ilyen mély és személyes érdeklődést tanúsít az ügyben, Sir Philip. Apád jó barátom volt. Mi a véleménye? Ez az újonnan talált bizonyítékom elég lehet az elítéléséhez? Semmit sem tudok biztosan, Prunella. Meghallgatjuk az ő változatát, és azután eldöntjük, mi szolgálná az igazságot. Ó, egyetlenem, egész életemben a szerelemről álmodtam. De mindig féltem. Mostanáig. Ha még akarsz engem, a tiéd vagyok. Állj! Megtartjuk. Ebédszünet. És még fizessek is érte, hm? Mindent megteszek, David. Nézd át a jelenetet. Remek munka volt, Miss Avalon. Csak színjáték. De nagyon meggyőzően csinálod. Hová viszel ebédelni? Sehová. Pihenni fogsz. De nem is vagyok fáradt. Használd ki az időt. Nem lesz rád szükség, csak a második jelenetben délután. Uram? Ó, köszönöm. Mi ez az egész? Nem akartam megmondani, de randevú van. Randevút? Kivel? Egy baráttal. Milyen baráttal? Valakivel, aki nagyon közel áll hozzám, legyen elég. Nagyon közel? Jobb, ha elmész. Vele van randit? Na, lebuktam. Mi nevetek? Azt hittem, magas leszel és szőke. A film előtt ott voltam. Pihenj le, kedves. David. Beszélnünk kell. Ülj le. Jobb lenne, ha kettesben lennénk. Menjünk át oda. Mi a probléma? Mary végre elért ma reggel a szállodában. És? Nem volt túl jó a vonal, de az üzenet egyértelmű. A Western Pictures, a Golf Tide és a Morgan Prescott nemet mondtak. Várjunk csak. Senki sem ad pénzt. Jó, de mi köze Marynek ehhez? Csak nem producer lett? Félmillió dollárja van ebben a filmedben. Beolvasta a telefonüzeneteket és... Telefonüzenet? De hiszen arra kérted, hogy járjon utána. Folyton nyaggatott, úgyhogy beleegyeztem, hogy telefonáljon. Nem gondolsz a hírnevünkre? Az asszony küldött pénzt harácsolni? Bolhapiacot ne rendezzünk? Az apja stúdióvezető volt, jobb kapcsolatai vannak a városban, mint kettőnknek együtt. Le vagyok nyűgözve. Azt hiszed, ő nem tudja, hogy bajban van a film. Egész Hollywood tudja. Csak a film számít, ami a kamerában van. Aaron, a csata jelenetek gyönyörűek. Úgy látom, nem érted, hogy nincs pénzed befejezni ezt a gyönyörű filmet. $4 millió kéne, és költekezel, mint egy őrült. Fogalmad sincs, milyen itt forgatni. Persze, fényűző luxus körülmények között. Muszáj ebben a vadvilágban. Malária, vérhas, minden elromlik. Te akartál eredeti helyszínen forgatni. Ezt a filmet nem lehet műteremben megcsinálni. Talán, ha egy percre nem gondolnál arra a kis libára. A legjobb barátom vagy. De senki nem beszélheti Dawnról. Akár egy tábornok paródiája. Aki csatába masíroz, pedig mindenki megmondja, hogy veszíteni fog. Őrült vagy. Aaron. Bocsáss meg. De nem vagyok annyira őrült. Hívd fel Martin Rost. Biztos. Nem, de hívd fel.
a fodrászod és az öltöztetőnőd nélkül. Nem tudsz nem az anyám lenni. Pedig néha fontolgatom. Ez meg mit jelentsen? Lefeküdtél David Königgel. Még túl korán van ehhez, anya. Sajnálom. Nekem nem tetszik, és ezt meg is mondom. Jól van, megmondtad. Csak kihasznál, mint előtted az összes többi csinos fiatal színésznőt. Inkább én használom őt. Mire? Ő az egyetlen, aki segített. Mikor itt volt a rendőrség, elmondtam neki. Mindent elmondtál? Kénytelen voltam. Értem. Én viszont nem értem. Nem te mondtad nekem, hogy ragadjak meg minden lehetőséget? De én azt is reméltem, hogy a szerelmet is megtalálod majd. Megtaláltam, anya. És elveszítettem. Csak óvatosan, gyere! Csak óvatosan, gyere! Mi féle helyez? Hopp, gyere! Gyere csak erre, inni! Bemutatom Joss-t és Dickit. Örvendek! Jó napot! Üdvözlöm, uram! Hol a kalapom? Nálam van. Jó, rendben. Na és a csomagjaim? Majd megtaláljuk, ne aggódj miatta. Gyere be, csak nézz a lábad elé. Óvatosan, csak óvatosan, jól van? Nincs itt véletlenül az elefántölő puskám. Akarja, hogy kitisztítsam, uram? Tegye az asztal alá, amíg Marty Rose-zal tárgyalok. Miért, uram? Csak nem lesz nála fegyver. Ha bedühödik a bika, jó készen létben állni. Nézd csak, ki jött el szélben, viharban, tengeren át, és hagyta el a csomagját. Szervusz, David! Na hát, hadd nézzelek! Ha ez a titkok palotája, eddig ő maga is titok volt. Egy csoda vagy. Öregem, hadd nézzem meg, hadd nézzek körül. Komolyan mondom, én is csinálok filmeket, de ez művészet. Mit mondhatnék? Ülj le, James! Pesgőt? Kérek. Csináltam neked egy kis összeállítást Delhiben. Volt időd megnézni? Még tegnap. Na és? Mit szólsz hozzá? Nem rossz. Ugyan már, hiszen imádtad. Nagyon tetszett neki, amúgy nem lenne itt. Nagy kockázat ismeretlennel játszatni a főszerepet. De meg tudja csinálni. Nem csak, hogy meg tudja csinálni, a hátán viszi a produkciót. Az ember nem tudja levenni róla a szemét. Nélküle csak egy újabb kardozós film lenne. Nagy karddal. Hatalmassal. Hatalmassal. Ezt soha nem vitatnám, nem én? Ígyunk, tank és a... A film befejezésére, az együttműködésre. Rendben. Tehát együttműködünk? Én remélem. Nem olyan nehéz dolog, Dave. Fél óra alatt megbeszélünk mindent. Miért akarod ennyire? Rendben. Egyenesen előállok a konkrét ajánlatommal. Halljuk hát. Szépen meg tudnánk egyezni. Úgy hallottam, hogy ebben az egészben épp idáig vagy. Ennyire azért nem rossz a helyzet. Hát, tegnap beszéltem a könyvelőddel. Hogy is hívják? Johann Strauss? Krauss. Krauss, persze. És megmutatta a könyveket. Mindkettőt. És a kirakatba valót is. Krauss megmutatta a könyveket? Régi jó barátom. Persze, a sumákok összetartanak. Okos gyerek, ezért lett könyvelő, nem producer. És ezért él majd túl mindkettőnket. Mit akarsz? Először is én terjesztem. Másodszor felezzük a költségeket. Felezzük? Azért koprodukció. Harmadszor osztozunk a profiton fele-fele. Fele-fele? Mennyit fizetsz bele? 4 milliót. A profit felét egyötödnyi befektetésért? Nem meredeked egy kicsit, Marty? Hát, mindig az utolsó pénz a legdrágább. Te is tudod, Dave. Nos, megállapodtunk. És az utolsó vágás. Várjunk. Meg akarod vágni a művem, miután befejeztem?
Aaron azt mondta, nem lesz probléma. Hogy? Én ezt nem mondtam. Nem mondtam ilyet. Ez ugye csak vicc, ha? Az ügynököm eladja az utolsó vágás jogát a tudtom nélkül. Feltétel volt. Milyen feltétel? Beszélni sem akart veled, ha nem kapja meg. Ez egy hentes, egy barbár. Tudtam, hogy megpróbálsz kitolni velem. Miért akarnék kitolni veled? Miért? Megmondom miért, mert utálsz engem, és most tűnj el! David, ő csak egy kiutat ajánl. Megmenthetné a filmedet. David Könignek nem kell senki, aki megmenti bármitől is, soha! Jövő héten nem fogsz tudni fizetni az embereidnek. Utolsó vágás. Imádnivaló fickó vagy, de nem hiszem, hogy 5000 ember ingyen dolgozza neked. Rohatalak! Ezek szerint megegyeztünk? Szemét disznó, a legjobb barátom. David, kérlek! Nézd, Krausz, nem lepett meg, de te eladtál egy kígyónak! De meg tudnád csinálni a film. Ha megvágja, nem! Csak azért mondta, hogy rád ijesszen. Ilyen kígyók is kellenek a világba. Ők áramoltatják a pénzt. Te művész vagy. Emelkedj felül ezen, és fejezd be a gyönyörű filmedet. Úristen! David! Nincs semmi bajod? Semmiség. Csak jön, aztán megy is. Hívok hozzá egy órás. Már látott. Sápat vagy. Figyelj, az ügynököm vagy, nem az anyám. Egyez ki Rózzal. Nincs utolsó vágás. David! Egyetlen film sem ér ennyit. Tudod, nem számít más csak a film. Nem tudtad ezt? Dirk, indulhatunk vissza. Nem adom a vágást, ha elefántok is potyognak az égből. Titkok. Annyi titkom volt egész életemben. Minden hazugság volt rólam. Mikor kicsi voltam, féltem, hogy belezavarodom a hazugságaimba. Otthon a szobámban füzetet vezettem. Listát a hazugságokról. Hogyha a lányok az iskolában megkérdeznek, mindig ugyanazt mondjam. Mindig is színésznő voltál, ugye? Sosem voltam más. Egyik nap azon kaptam magam, hogy elhittem, hogy Dawn Avalon vagyok. Nagy szélálmos vagy. Akárcsak én. Nem olyan szörnyű. De csak, ha nem felejted el, ki vagy. Elég nehéz. Kamerák, lámpák, lovak és elefántok közt. És ha mindenki bókol neked. David, nincs semmi bajod? Csak nem vagy lázas. Érted, égek lázban, gyere ide. Csodaszép vagy. Tegnap éjjel egy csoda volt. Én is úgy érzem. Történhetnének csodák. Minden nap, egész életünkben. Megkéred a kezem? Szó sincs róla. Csak tudod, ez az egész annyira szép. De valahogy megváltozik. Miért törvényszerű? Nem tudom. De háromszor próbáltam meg. De nem olyannal, aki úgy megért téged, mint én. Queenie... Mi megértjük egymást, ugye? Kérem, most nem zavaradják őket. Aaron, rögtön visszajövök. Gyorsan lerázom. Jövök! Aaron, remek időzítés volt. Elnézést a zavarásért, uram, de ezek a rendőrök Miss Avalont keresik. Jó napot kívánok! A nevem Philip Wentworth. Jó napot, Sir Philip! Szervusz, Queenie! Hozzám beszél?
Ez jó móka lesz. Ne feledjék, hogy ez hivatalos beszélgetés. Jónak láttam a lakásomon találkozni, hogy kerüljük a feltűnést, de rendőrségi ügyben vagyunk itt. Üljenek le, kérem. Kisasszony, önt igen komoly dolgokkal gyanúsítják. Szeretném, ha őszintén válaszolna, ha nem, komoly bajba kerülhet. Mindent megteszek, amit tudok. Mi a neve? Dawn Avalon. Ismeri ezt a hölgyet? Igen, találkoztunk Delhiben. És azelőtt sosem látta? Nem. Bebizonyítom az ellenkezőjét. Fényképek önről a Szent Katrin iskolából, amiket Miss Ramsey-tól kaptam. Eskü alatt tett vallomások a Ramsey ház inasaitól és szolgáitól, és egy részletes jelentés az anyjáról, Vicky Jonesról. Követték az anyámat? Látja? Tudtam én. Kezdjük előről, de most legyen őszinte. Mi a neve? Nyugodtan. A művész nevem Dawn Avalon. A valódi nevem Queenie Kelly. Tehát titkolja a személyazonosságát. A színésznők gyakran változtatnak nevet, hogy jobban hangozzék. És a történetüket is? Természetesen. Úgy tudom, pontos dokumentációval rendelkezik a gyermekkoráról, a birtokról, és így tovább. Azt tanácsolták neki, hogy teremtsen magának új életet a karrierje érdekében. Ki tanácsolta? Én voltam. Tehát ön? Igen, úgy gondoltam, fontos, hogy... Engedje meg, uram, inkább a lánytól szeretném hallani. Úgy éreztük, jobb lenne, ha érdekesebb lenne a múltam. Már értem, mit lett benne, Mr. König. Valóban ragyogóan tehetséges színésznő. Ismerte Sir Burton Ramsay-t? Miss Avalonnak nincs rejtegetni valója. Mondj el neki mindent. Igen. Vele volt aznap, amikor meghalt? Igen. Hol voltak? A hálószobájában. De szégyentelen, undorító ribanc. Remélem, feljegyzi a sértéseket. Miért? Mert érdekes jellemzője Miss Ramsey személyiségének. Folytasd, Dawn. Megerőszakolt. Bántott. Hazudsz! Apám soha nem tett volna ilyet. Fogd vissza magad, vagy kiküldelek. De hát az apámról beszél. Ő egy szörnyeteg volt, Sir Philip. Durva volt és kegyetlen. Tehát megölte? Nem. Kihasználta magát, ezért lelökte a lépcsőn. Nem, én csak elfutottam előle. Utánam rohant. És leesett. Baleset volt. Nem látja, hogy hazudik? Az inas látta, hogy elvette a tárcáját. Igen. Valóban elvettem utána. Ahelyett, hogy rögtön a rendőrségre ment volna, hogy vállalja a következményeket, elvette a tárcáját? Féltem, hogy senki nem hinne nekem. Azt hiszem, eleget hallottam, hogy teljes körű nyomozást rendeljek el. Mi értelme lenne, Sir Philip? Hogy mi? Hiszen az esetnek nincsenek szemtanúi. Körbe-körbe járna, de nem jutna semmire. Ez az ifjú hölgy feljelentést tett. Garantáltan kompenzálom. Mennyi volt a tárcában? 200 font. 200? Hogy merészeli? Arcátlanság! Hogy meri lealacsonyítani az igazságszolgáltatást? Mindenki érdeke, mi hamarabb elintézni ezt az ügyet. Csak nem hagyja, hogy megúszta. Miss Avalonnak felvétele cseppet van. Cseppet sem érdekel a felvétel. Persze, hogy nem. De az indiai kormányt igen. Ez egy levél a miniszterelnöktől. Megígéri, hogy mindenben együttműködik, ha Indiába jövünk. A produkciónk több millió fontot hozott az országnak. Ha akadályozzák a munkánkat, nagy bajba kerülhet. Az angoloknak elég gondjuk van az indiaiakkal enélkül is. A törvényeket mégis be kell tartani. Igen. És ha így folytatja, a törvények nagy bajba sodorhatják. A hölgy a feleségem. Értem. Érti? Dehogy érti, csak trükk az egész. Illene gratulálniuk nekünk, nem gondolják? Ezt nem ússzák meg ennyivel.
Gratulálok. Köszönjük, Mrs. Koenig. Viszlát. Várjunk. Állítsa meg őket, Sir Philip, ezt nem tűröm. Maga hagyja őket csak úgy elmenni. Nincs elég bizonyítékod. Nem. Nem, az a helyzet, hogy fél a miniszterelnöktől, és nem akarja elveszíteni a remek állását. Hát én nem félek. Én sosem adom fel. Queenie Kelly pedig még meg fog bűnődni azért, amit tett. Menj és kell egy új életet. Nélküled soha. Nos, Márti? Látod a könnyeimet? Ezek örömkönnyek. Öröm. Ez a film garantált kasszasiker. Tudtam, hogy művészi szempontból nézed. Zseni vagy. Ráadásul nagyon gazdag zseni. Viszlát, kislány, most telefonálnom kell. A filiszteusokkal üzletet kötni szükséges, Rossz. Igaz. Túl sokba került. De csodálatos. Igazán csodálatos. Köszönöm, Aaron. Miss Avalon, csak nyugodtan, anya. Egyedül vagyok. Késésben vagy, drágám. Miért nem fürdesz még? A fürdősóra vártam. Meghoztam. Vettem habfürdőt is, és egy finom új teát. Narancsdarabok vannak benne. Mit veszel fel? Olyan mindegy. Egészen indulásig azt mondod, hogy mindegy, aztán nem tetszel magadnak. Ez egy fogadás, érted? Ha azt szeretnéd, hogy felfigyeljenek rád. A szürke ruhát vedd fel. Nem könnyű a cserédednek lenni. Jó kedved van ma. Ez természetes. Londonban vagyunk, a világ legnagyobb városában. Itthon vagyok, ahová egész életemben vágytam. De te nem. Egész boldog vagyok. De sajnos az nem elég. Engem hibáztatsz, hogy hajszoltalak? Nem, anya. Nem. Mindenben én döntöttem. Csak tudod, olyan sok emlék köt ide. Tudom. Érezted magad? Hát persze. Nem igaz. Egész este figyeltelek. Halálra untad magad. Nem, dehogy is. Nem vagy boldog, amióta visszajöttünk Angliába, nem igaz? Ne butáskodj, David. Nincs több titok. Mi megértjük egymást. Emlékszel? Igen, persze.
Jól van. Nincs több titok. Mi van, David? Van itt neked valami... a legdrágább ajándék, amit valaha adtam. Mik ezek, levelek? Kairóból. Amiket Lucien írt neked, és te nem kaptad meg. Istenem! Te eldugtad előlem? Igen. Te gazember! Az vagyok. Hogy tehetnél ilyet? Hogy tehetted ezt? Egyszerűen. Nem akartalak elveszíteni. Te gázástalan alak! Az vagyok. Tudjuk, hogy szerezzük meg, ami kell. Engem nem lehet megszerezni. Minden tönkretettél. Talán annyira kellemetlen volt velem élni. Nem, csodálatos volt. Az évszázad üzlete, égi áldással. Szerettél valaha engem, Queenie? Te szerettél valaha engem? Igen, nagyon. Most is szeretlek. Akkor miért kínzol így? Hogy játszhattál Istent? Hogy vehetted el a magánleveleimet? Meg kellett volna kapnom mindet. Nem tartottam meg a Lucienne-nek írt leveleidet. Nem? Akkor hol vannak? Nagy örömmel elégetted őket? Elküldtem Lucienne-nek. Miért? Miért? Tudtam, hogy nem lehetsz örökké az enyém. Menj vissza a kocsival. Én sétálok. Aki látni akar.
Megkaptam a leveleidet. Lassan jár a posta. Komolyan gondoltad, amit írtál? Nem emlékszem, mit írtam. Dehogy nem. Férnél voltam, Lucien. És megözvegyültem. Tudom. Sajnálattal hallom. Amiről beszélsz, amit akkor írtam. Mintha 1000 éve lett volna. Úgy is volt. Mindketten megváltoztunk. Nézd, ki lettél. Filmcsillag a premierje estéjén. Ott leszel a bemutatón? Persze. Nem szeretném kihagyni. David büszke volt rád a munkád miatt. Küldött nekem egy jegyet a levelekkel. Ha nem küldi el a leveleket, vissza se jössz. Érdekeltelek annyira, hogy megkeres vagy, lemondtál rólam? Dan, kérlek. Éppen filmeztem Isztambulban. Csak is miattad jöttem vissza. Már nincs szükségem rád. Indiában lett volna, mikor egyedül voltam és féltem. Most már könnyű neked. Gazdag vagyok. Komolyan ezt gondolod? Mi más van még? Egyszer eljöttél hozzám, és ez volt a kezedben. És azt mondtad, hogy ez Káli, az otthon istennője. És oda költöztél. Azóta sokat utaztam, és megtudtam, hogy Kálinak több inkarnációja is van. Lehető a káosz is. A pusztítás. És a kapzsiság. Te melyik lettél? Ne idegeskedj. Minden rendben lesz. Nagyon szép vagy. Te is. Thank you.
Működik? Meg kell mondjuk. Működik? Már hallom. A nevem Aaron Diamond, biztos nem hallottak még rólam. De amit most fognak látni, mindenképp a legpazarlóbb, és talán a legdrágább film, amit valaha forgattak. Továbbá ez az utolsó film a nagyra becsült rendező producertől, David Koenigtől, aki a barátom volt. Nos, ő pótolhatatlan, és ezt mindnyájan tudjuk. És azt is tudom, hogy most azt szeretné, hogy mutassam be önöknek a titkok palotája ragyogó, újdonsült csillagát. Miss Dawn Avalott. Köszönöm. E film elkészítéséhez elszántság kellett. David Koenig elszánt volt. És kellett még bátorság, hit és tehetség. Davidben mindez megvolt. Szeretet is kellett. Elrejtette ugyan, de David képes volt nagy érzelmekre. Sokat tanultam tőle. Köszönöm, David. És szeretném megköszönni édesanyámnak. Rengeteg álmot szült rólam. Az ő álmai nélkül most nem lennék. Ő is itt van velünk ma este. Nem tudom, miről beszél. És szeretném, ha mind megismernék őt. Anya! Mindenki rád kíváncsi. Arra, ahonnan jöttem, és aki vagyok.